Tisztelt nagykövetasszony, tisztelt kormánybiztos úr, tisztelt főigazgató úr, tisztelt meghívott vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar-Török Kulturális Évad 2024 kapcsán tartandó sajtótájékoztatón. Akinek nincs tolmács készüléke, kérem kérje a tolmács kollégák segítségét oldalt. A csatornák a következőképpen alakulnak: 4-es magyar, 5-ös angol és 6-os török nyelven szól majd. Felkérem Rózsa Dávid főigazgató urat, mondja el köszöntő beszédét. Excellenciás nagykövetasszony, tisztelt kormánybiztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kedves vendégeink! Fontos kulturális programok hangolják Törökország és Magyarország mindennapjait 2024-ben. Ennek oka, hogy 1923. október 29-én Magyarország volt az első, amellyel diplomáciai kapcsolatot vett fel Törökország. A centenáriumra épülő programsorozat lehetőséget ad a magyar és török kultúra közös ünneplésére. Itt és most, abból az alkalomból, hogy két csodálatos dokumentumcsoport, az Isztambulban őrzött korvinák és a könyvtárunk gyűjteményében megtalált 19. századi isztambuli városfotók szabadon elérhetővé, letölthetővé, kutathatóvá és élvezhetővé váltak mindenki számára az online térben. Jó, hogy régóta szót értünk és együttműködünk egymással. 2014. áprilisában exkluzív Korvina kiállítás nyílt az Országos Széchenyi Könyvtárban, majd ezt követően 2018-19-ben is. Az első kiállítás kapcsolódott a 21. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválhoz, amelynek Törökország volt a díszvendége. 2017-ben jött létre könyvtárunk török különgyűjteménye, amely 2021 őszén tovább gyarapodott a török kulturális és turisztikai minisztérium könyvadományának köszönhetően. 2021. november 11-én együttműködési megállapodást írtunk alá a török köztársasági elnöki nemzeti könyvtár vezetőjével, Ayhan Tulu úrral, amelynek alapja a Magyarország és Törökország közötti tudományos tudásmegosztás. 2023. május 16-án pedig hivatalos látogatást tett a Nemzeti Könyvtárban Gülşen Karanis Ekşioğlu nagykövet asszony, aki átadta az ankarai elnöki Nemzeti Könyvtár ajándékát a 225 kötetből álló különböző tematikájú könyvcsomagot. A török-magyar kulturális évad kiváló lehetőséget jelent a Nemzeti Könyvtárnak arra is, hogy bővítse korábbi együttműködéseit. Törökországban és Magyarországon sokféle közös kulturális program, konferencia, kiállítás, workshop megvalósítására vállalkozunk, amelyek a magyar és a török kultúra kapcsolódási pontjaiból építkeznek. A kulturális évad azt üzeni nekünk, hogy életben kell tartanunk az egymáshoz vezető nyelvet azért, hogy az utánunk jövő generációk is beszélgethessenek azokról az értékekről, történetekről, amelyekben mindannyian ott és otthon vagyunk. Nyitottság és partnerség vezetett tehát ahhoz, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár hozzájutott a Topkapi Szerályban őrzött két Korvina teljes digitális másolatához. Ez nem csak virtuális Korvina újraegyesítési programunk számára, hanem általában a nemzetközi Korvina kutatásban is mérföldkőnek tekinthető. A digitális másolatok tudományos értékükön túl beilleszthetők abba a gesztus sorozatba, amelyet a törökök gyakoroltak 1869-ben és 1877-ben. Az első alkalommal 4, a második alkalommal 13 korvinát kapott vissza Magyarország. A magyar-török kulturális évad rámutat Mátyás király szellemi örökségére, a Korvina könyvtárra, amelynek ápolását kiemelt feladatának tekinti a Nemzeti Könyvtár. Évszázadokkal későbbi korból és merőben más módon szól hozzánk Báró Révai Ferenc csodálatos Isztambul fényképalbuma. Az eddig megkutatott anyagból egyértelműen kikövetkeztethető, hogy a nagy műgyűjtő hagyatéka nemzetközi tekintetben is kiemelkedő, de ma még ismeretlen fotótörténeti ritkaság.
Köszönöm Gősen Karáni Szeksiolú nagykövet asszonynak, Hoppál Péter kormánybiztos úrnak és munkatársaiknak folyamatos támogatásukat. Köszönöm kutatóinknak, mindenek előtt dr. Zsupán Edinának és dr. Pap Viktornak, valamint restaurátorainknak, digitalizáló szakembereinknek, digitális bölcsészeti központunk munkatársainak, grafikusainknak, hogy szaktudásukkal hozzájárulnak nemzeti kincseink széleskörű bemutatásához. Köszönöm továbbá valamennyi kollégám munkáját, aki a mai különleges rendezvény előkészítésében és lebonyolításában részt vett és részt vesz. Köszönöm, hogy eljöttek és megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Köszönöm, hogy meghallgattak. Érezzék jól magukat a Nemzeti Könyvtárban. Felkérem Hoppál Péter kormánybiztos urat, a Magyar-Török Kulturális Évad kormánybiztosát, hogy mondja el gondolatait. Tisztelt főigazgató úr, korábbi igazgató, főigazgató urak, meghívott vendégek, excellenciás nagykövet urak és első beosztottak Budapestre akkreditált nagykövetségek tisztelt vezetői, és kiemelten is Gősen Karánisz nagykövet asszony, kedves partnerünk a kulturális közös évadban, hölgyeim és uraim! Amikor a magyar kultúra megjelenítéséről gondolkodunk, akkor sok-sok szegmensről gondolkodunk egyszerre, de talán kiemelkedő mindannyiunk számára a tárgyi örökség megléte, annak számontartása és kutatási programjainak továbbfejlesztése. Mert hogy az a nagyjából 1500 év, amit az 1100 évvel ezelőtti honfoglalást megelőző időszakot is beleértve, a tárgyi emlékek, archeológia, néprajztudomány és más területeken keresztül számon tartunk, azokkal tudjuk demonstrálni leginkább azt, hogy milyen gazdag a magyar kulturális örökség. És ezeknek a körében természetesen az írott dokumentumok tárháza az egy egészen különleges szegmens, ami hát évszázadok óta a kutatók számára egy nagyon nagy becsben lévő kincs, és hogyha a könyvnyomtatás korszakában megjelenő kéziratos kódexek különleges kiállítású gyűjteményét pedig egyedinek tekinthetjük, olyannak, ami Itálián kívül csak Magyarországon jött létre, akkor méltán mondhatjuk, hogy Magyarország büszke erre a különleges örökségre. Igen, a humanista reneszánsz műveltség legbővebb 2500 kötetre tehető óriási gyűjteménye itt, Európa közepén, Mátyás magyar király budai udvarában gyűlt össze a 15. században. És ezeknek a kódexeknek nagy része, ahogy tudjuk a kutatóktól, elsősorban itáliai készítésűek, firenzei műhelyek nagy részben, akik előállították ezeket a különleges Corvina kódexeket, és az új kutatások szerint, ahogy értesülünk erről, vannak olyan kódexek, amelyek már nem kerülhettek ide Mátyás halál után Magyarországra, hanem szétszóródtak itáliai nagy megrendelőktől, leginkább a Mediciek könyvtárából gyűjthetők ezek már össze, és állíthatók abba a sorba, amelyek a Vatikánon kívüli legimpozánsabb könyvtárát mutatták a korszak, az akkori korszak Európájának. És a történelem viharai aztán, és már II. László kormányzása időszaka is Mátyás után, a meggyengült királyi hatalom, és aztán az az oszmán korszak és a Habsburg korszak, amely nem kedvezett annak, hogy egyben maradjanak a gyűjtemények. Ezekben az időszakokban, természetesen az elmúlt 500 évben inkább a Corvina könyvtár szétszorodásának az időszakáról tudunk beszámolni. Ugyanakkor vannak olyan fantasztikus partneri gesztusok, amelyekben már azt érzékelhettük mi magyarok, hogy ennek a különleges örökségnek, európai kulturális örökségnek, amit nemrégiben, 2006-ban az UNESCO is a világörökség, szellemi kulturális örökség által megjelölt közgyűjteményként tart már számon. Ennek az örökségnek valamilyen formában jó lenne, hogyha egy koncentrációja létrejönne.
Erről a helyről köszönetet kell mondanunk az elmúlt időszaknak a kutatói teljesítményének, mert hogy bő másfél évszázados szándék az, hogy a szétszorodott Korvina állományt valamilyen formában sikerüljön újra integrálni. Az integráció első nagy gesztusa már pedig a 19. század második felében a kiegyezés utáni Magyarországra éppen török barátainktól érkezett, hiszen 4 Korvina kódexet 1869-ben Törökország visszaadott ajándékba Magyarországnak, amik innen kerültek el a török gyűjteményekbe. Majd 8 évvel később további 13 kódexet ismét a török állam ajándékként magyar gyűjtemények számára adott át. Ez részben az Országos Széchenyi Könyvtár állományában, részben pedig az Egyetemi Könyvtár állományába került ez a nagyon jelentős mennyiségű Korvina. Ha azt tudjuk, hogy 55 kódexet őrzünk ma magyar gyűjteményekben, akkor ennek az államnak az egyharmadát török barátainktól kaptuk tehát vissza, és így ma már a kutatók számára közvetlenül elérhetőek. De a mai napnak az apropója és különlegessége és fő üzenete az az, hogy a török kutatók által fellelt, azonosított újabb 2 Korvina, amelyek a Topkapi Múzeumban vannak megőrizve. Ezt a 2 újonnan fellelt kódexet teljes digitális állományában a közös magyar-török centenáriumi kulturális évad keretében a török köztársaság teljes digitális állományban ideadta Magyarország számára. Így az a vállalkozás, amelynek keretében ez a 150 éve tartó szándék, hogy a Korvinákat valahogy egy platformon közösen lehessen látni és kutatni, ez a szándék a mai nappal tovább gazdagodik. Köszönetet kell, hogy mondjunk ezért a nagykövet asszonyon keresztül a török partnereknek, az ottani múzeológusoknak és a török köztársaság kulturális minisztériuma vezetésének, mert ezzel az a digitális állomány, amelyben sok-sok országban szétszóródott korvinákat sikerült már a világhálón keresztül közkincsé tenni, ez a digitális állomány és ez a Korvina állomány most 2 újabb egységgel gyarapodik a virtuális térben. Ez tehát a mai, egyébként Nagykövet asszonnyal együtt az idei évben, a 2024-es évben közösen megnyitott első magyarországi rendezvényünk apropójának a legfontosabb üzenete. Köszönjük szépen, hogy a magyar kutatók, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársai és vezetése, valamint a HUNREN kutatási hálózat munkatársai együttműködésével ez a munka ilyen valóban mondjuk ki bátran világszínvonalon zajlik, és így a kulturális örökség megőrzésében, és éppen a közös magyar-török kulturális évad időszakában egy ilyen tudományos különlegességre tudunk rávilágítani. A másik apropó pedig, amit itt láthattunk a megnyitó előtti percekben, és elképesztően rácsodálkozhattunk, hogy miről is van szó, már a főigazgató úr által említett fotótörténeti kuriózumnak a bemutatása, amiről, hogyha szót ejtünk, akkor nagykövet asszony mindig kisebb extázisban nyilvánul meg. Jelesül, hogy 1869-ből, ahogy hallottuk, származik Isztambulnak az egyetlen és legelső panoráma felvétele, ami hát egy magyar gyűjteményhez kötődik. És ez a panoráma felvétel, mivel a világon elsőként készült el, ezért is ennek a bemutatása mind a 2 ország számára egy tulajdonképpen kultúrtörténeti kuriózum. Úgyhogy ünnepnap a mai a kutatók számára, majd hallani fogjuk a szakavatott kutatók tolmácsárosában, hogy valójában milyen különleges értéke van ennek a 2 ma bemutatott objektumnak. És hát ünnep azért is, mert 2 ország kulturális barátságát és közeledését ezekkel a most ma bemutatott értékekkel tovább
gyarapítja. Arra tennék egy óvatos gesztust, hogy a török barátainkat arra kérjem, hogy folytassuk ezt az együttműködést. Ahogy a Magyarországon fellelhető török épített kulturális örökség gazdagságát a magyar muzeológia, régészettörténet, építészet szakemberei nagyon gondosan őrzik, ápolják és felmutatják, ahogy a Gülbaba örökséget például itt Budán a magyar állam együttműködő a török állammal a nemzetközi közönség számára ilyen magas színvonalon felújítva bemutathatóvá tette, és ahogy nálunk Szűkebb Pátriában, Baranyában az ottani oszmán építészet emlékeit is őrizzük és ápoljuk, arra tennék egy óvatos kérést és jelzést a jelenlévő törökországi képviselőkön keresztül, hogy ezt a kutatási programot az idei 100 éves kulturális évadunkat felhasználva folytassuk. Hogy keressük meg a módját annak, hogy egy szűk körű kutatócsoport esetleg tehessen újra látogatást törökországi gyűjteményekben, nézzük meg török munkatársakkal, török kutatókkal együttműködve, hogy esetlegesen a középkori vagy koraújkori állományokban bujkálhat-e, rejtőzhet-e esetleg még olyan kéziratos vagy akár nyomtatott példány is, amelyek akár világunikumként nem kerültek a kutatók látókörébe az elmúlt időszakban. Mert hogy nagyon nagy élményem, amikor még a Zeneakadémia doktoranduszaként tanultam, hogy Dobszai László néhai kitűnő professzorunk lehetőséget kapott arra a török államtól, hogy egy néhány fős kutatócsoport tagjaként kimehessen éppen ugyanígy a Topkapi Múzeum könyvtárába, és ott az isztambuli antifonálénak a újra felfedezésével és annak a reprintben történő kiadásában és az OSK részéről történt restaurálásában az akkori államközi megállapodás és a kutatói együttműködés egy újabb csodálatos kéziratot tárt a világ elé. Hát ha vannak még rejtőzködő kincsek, hát ha a két ország tudósai újabb felfedezéseket tehetnek ebben a tárgykörben, és nagy élmény lenne, hogyha valamely ilyen középkori óta török állományokban megőrzött, gyűjtött, restaurált egy-egy példánynak mondjuk az évad keretében meg tudnánk szervezni a testvér kódexekkel történő közös kiállítását is. Hát, ha van olyan program, amiben a újabb együttműködéseinkben eredményesek tudunk lenni, és ilyen világhír névre rangot váró teljesítményeket tudunk bemutatni közösen isztambuli és budapesti kollégák tevékenységében. Köszönöm szépen az OSK ez irányú, nagyon gazdag értékőrző programját, és köszönöm, hogy a török-magyar kultúrás évadhoz kapcsolódóan ilyen sok szellemi erőfeszítést tesznek, és hogy olyan konferenciákat is fogunk tartani kint Törökországban, amelyek a két ország együttműködését továbbiakban is erősítik. Ebben kérem a további együttműködéseket mindkét fél részéről. További szép napot kívánok, köszönöm szépen figyelmüket. Felkérem Gülşen Karanis Exiolu nagykövet asszonyt, hogy mondja el köszöntő beszédét. Sayın Hükümet Komiseri, tisztelt kormánybiztos úr, tisztelt főigazgató úr, kedves vendégek, tisztelt sajtóképviselői, mindenkit szeretettel üdvözlök. Törökül fogom folytatni, sajnos, a beszédemet. Az Országos Széchenyi Könyvtár által megrendezett rendezvény nagy öröm számomra, hogy itt lehetek mai napon. Kedves barátom Hoppár Péter és Rózsa Dávid főigazgató úr is kifejtette, hogy ez a mai esemény gazdagítja a 2024-es török-magyar kulturális évadot, és rávilágít kapcsolataink múltjára, mélységére. Alig két évvel ezelőtt belevágtunk a kulturális évad előkészületeibe a török-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulója. A cél 100 esemény volt. Az igazat megvalva,
azon is elgondolkodtunk, hogy nem tettük-e túl magasra azt a lécet. A török-magyar kapcsolatok több évszázados történelmi mélysége, kulturális értékeink gazdagsága és a népeink közötti testvéri kötelékek megmutatták, hogy ez a kétely teljesen alaptalan. Mára már ott tartunk, hogy nagyon nehéz választani, hiszen Törökország és Magyarország minden szegletéből érkeznek együttműködési ajánlatok. Tudom, hogy tisztelt Hoppál kormánybiztos úr is hasonló kihívásokkal néz szembe. Azt hiszem, egy nagykövet számára ez lehet a legszebb kihívás, legédesebb kihívás, amellyel szembesülhet munkája során. Az Országos Széchenyi Könyvtár megkeresett bennünket a mai rendezvényre vonatkozó javaslattal, és mi töprengés nélkül belevágtunk. Az itt mai bemutatásra kerülő két digitális gyűjteményt mind a török-magyar kapcsolatok, mind Törökország történelme szempontjából kiemelkedően fontosnak tartjuk. Mátyás király világhírű könyvtárából megmaradt Korvina kódexekről van szó. És egy szép történetről, hogy miként kerültek ezek vissza Magyarországra. Az Oszmán Birodalom mindig is tisztában volt a Korvinák jelentőségével, a távoli rokonainak tekintett magyarok történelme szempontjából, ezért gondosan őrizte őket a levéltárában, majd végül visszaadta őket. 1869-ben először 4 kódexet adtak vissza, ezeket ma meg is nyitották a látogatók előtt a mellettünk levő teremben. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Széchenyi Könyvtárnak a gesztusáért. A török-magyar barátság igazi története azonban 1877-re datálódik, amikor is újabb korvinákat kapott vissza a Magyar Királyság. Második Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, ilyen nevű nagy magyar szabadságharcosok felkarolásra találtak Törökországban. 1877-ben magyarok, magyar fiatalok egy csoportja Isztambulba látogatott, hogy kifejezze szimpátiáját a háborúzó Oszmán Birodalom felé. Megérkezésükkor Széchenyi Ödön fogadta őket, aki éppen Isztambulban tartózkodott, hogy megalapítsa a tűzoltóságot. Az akkori nagyvezír, Mithát Pasa, vagyis miniszterelnök, és a külügyminiszter, az akkori külügyminiszternek megfelelő személy fogadta ezt a csoportot ünnepélyes keretek között. Végül Abdülkerim Pasa főparancsnoknak egy kardot adtak át ünnepélyes keretek között. Második Rákóczi Ferenc domborművét, valamint a Dunaparton török-magyar kézfogást ábrázoló jelenetet véstek. Nagy ovációval fogadták ezt a magyar fiatalokból álló csoportot, ahol csak megfordultak, éljenek a magyarok felkiáltással fogadták őket. A Mecsedie kitüntetést is megkapták. Sőt, olyan nagy kitüntetésben és figyelemben részesültek, hogy a hazaúton, mikor viharba keveredett hajójuk, akkor egy második fogadó ceremóniát is rendeztek nekik. Ve halkı tarafından yakından takip edildiğini biliyoruz. Dönüşlerinde Peşte'deki konsolosluğumuzu ziyaret ederek teşekkür ettikleri de bizim arşivimizde kayıtlı. Şimdi büyükelçi ortamdan etkilendi, tarih dersi vermeye başladı diye düşünüyor olabilirsiniz. Lehet, hogy azt hiszik, hogy most történelemleckét tartunk, de ne aggódjanak, nem fogom olyan hosszúra nyújtani. Visszatérek már is a Korvinákhoz. Második Abdulhamid szultán és az oszmán kormány lenyűgözte és meghatotta a magyar fiatalok gesztusa. Úgy döntött, hogy a 13 korvinát tartalmazó 35 kötetes magyar nemzeti kincset minél előbb, 3 hónappal később elküldi Budapestre. Ez a hír elterjedt egész Magyarországon, és előkezdődtek a küldöttség fogadására irányuló előkészületek. Azonban egy váratlan fejlemény szólt közbe. Valószínűleg az orosz nyomás hatására. A törökök és magyarok között egyre növekvő rokonszenvtől tarthatott a monarchia, így nem engedték, hogy a török küldöttség közvetlenül ide érkezzen. A könyveket Bécsben kellett átadni, és oda irányították a küldöttséget is.
Büszke képviselője vagyok, én is, a török diplomáciának, amely tavaly ünnepelte az 500. évfordulóját, és egy nagyon kreatív, ötletes megoldást találtak erre a problémára. Egy újabb 15 fős küldöttség indult Isztambulból Budapestre, hogy találkozzon magyar testvéreikkel. Tudomásunk szerint a Habsburg Birodalom megpróbálta megakadályozni ezt a második küldöttséget, de az oszmán külügyminisztérium világossá tette, hogy ezeket az embereket, akik magánúton hivatalos minőség nélkül utaznak, nem lehet megakadályozni. Az oszmán küldöttséget Budapesten óriási ovációval fogadták, az egész várost török zászlókkal díszítették fel, és mindenütt éljenek a törökök, kiáltással üdvözölték őket. Ezt a könyvet elődöm Ender Árát nagykövet úr és a török-magyar baráti társaság 2001-ben törökre lefordították. Pont Erődi Béla adta ki, aki 1877-ben, aki a török delegáció tolmácsa volt. Az Oszmán Birodalom 700. évfordulója és a Magyar Állam alapítás 1000. évfordulója alkalmából ismét megjelent ez a könyv, amelynek címe Csok Jasa, a török küldöttség látogatásának emlékkönyve. A szerző így írja a könyv vezetőjében. Parányi és jelentéktelennek látszó események, fontos és nagy horderejű események lesznek, lehetnek a szülőokai, a népek és országok történetében. Ahogyan a kavics is, amelyet folyóba, tóvizébe dobva, maga körül nagy hullámokat kelt. A korvinák, ezt a nemzeti kincs egy drága ajándék, amelyet magyar baráti készszorítás viszonzásául visszaadott a török nemzet. Két testvérnemzet, amelyet a századok vihara egymástól eltépett, ismét egymásra talált, ismét együtt dobban a szívük, és összefor a két nép szeretete. Ezek a korvinák az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményében pontosan török-magyar barátságról tanúskodnak. Örülök, hogy ez a történet a Topkapi Palotából tavaly digitálisan megszerzett két új korvinával folytatódhat. Biztos vagyok benne, hogy a korvina gyűjtemény kiegészítései rávilágítanak a magyar történelemre és a korszak fontos fejleményeire. Kedves vendégek, tisztelt sajtó képviselői! Most pedig térjünk rá Révai Ferenc 19. századi isztambuli fotóalbumára. Az Országos Széchenyi Könyvtár kiterjedt és gazdag gyűjteményében évek óta várakozó albumot digitalizták immár, és elérhetővé tették a felhasználók számára, ami nagy öröm mindannyiunk számára. Ez az album 1869-ben Isztambul különböző részeiről készült 41 fényképet tartalmaz. Szintén ahhoz az időszakhoz tartozik, amikor a korvinák visszakerültek hazájukba. Ebben az albumban található fényképeket nézegetve láthatják azt az Isztambult, amelyről az imént meséltem. Abdülkerim pasának, ahogyan a török-magyar barátság jelképeként átnyújtják a kardot, a fiatalok, amely utcákon végighaladtak, azokat a dombokat, amelyekre felkapaszkodott ez a fiatalokból álló csoport. Az ő szemükkel láthatjuk Bejazitot, Galatatornyot és még sok-sok helyet. Ez a fotóalbum tartalmazza az első ismert isztambuli panorámaképeket is. Isztambuli lakosként köszönetemet szeretném kifejezni az Országos Széchenyi Könyvtárnak, hogy a történelem poros polcairól lehozta és bemutatta nekünk ezeket a nagyszerű fényképeket. És szeretnék köszönetet mondani a panorámakép faksimiléjét is átadta nagykövetségünknek. Köszönöm szépen, hálásan mindezt. Bízom benne, és tudom, hogy nem marad ennyiben a török-magyar barátság, nem marad annyiban az ünneplés. Mi a következő években is folytatjuk, 2026-ban pedig Mohács jeles évfordulóján ismét együtt fogunk dolgozni. Éljen a török-magyar barátság! A következő percekben Pap Viktor az OSK történeti fénykép és interjútár munkatársának előadását hallgathatják meg Révai Ferenc úti albumairól. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt meghívott vendégeink, kedves kollégák! Mit hoztál nekem Egyiptomból, Törökországból? Élénk benyomásokat. Így felelt barátjának kérdésére Adorján Sándor, amikor a 19. század végén hazatért a kelet-mediterrán térségben tett körutazásáról. Arisztokrata és polgári körökben ekkor már igen kedveltnek számított a távoli tájok látogatása, Adorján mellett az utazók jelentős része igyekezett számot adni a látottakról, igyekeztek felidézni az élményeket. A következő percekben azon leszek, hogy önök is élénk benyomásokat és tapasztalásokat szerezzenek a mediterrán térségről és Törökországról. Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen ehhez a szemléltetéshez igazi kincsek állnak a rendelkezésemre. Adorján Sándor előtt ugyanis az 1860-as évek végén, illetve az 1870-es években már Évai Ferenc báró is beutazta Algériát, Egyiptomot, Palesztinát és nem utolsó sorban Törökországot. A báró gyönyörű fényképalbumokat állítatott össze a kor neves fényképészeinek munkáiból. Az utazás és családi fényképalbumok közel 700 fényképet tartalmaznak. A Fotótér nevű online tartalomszolgáltató oldalunkon a mai naptól szabadon hozzáférhetők ezek a fényképek, melyek segítségével most mi is elutazhatunk egy rövid időre a Révai által kedvelt tájakra. Révai Ferenc a családi legendárium szerint már fiatal korában kitűnt külön személyiségével, a társaság és közélet helyett a könyvek, az idegen nyelvek és a keleti kultúrák vonzották. Erre meg is volt minden lehetősége, hiszen a Révai család az egyik legnagyobb és legszínesebb magángyűjteménnyel rendelkezett. A felvidéki Mosóci kastély könyvtára több ezer példányban tartalmazott keleti útleírásokat, Egyiptom és Palesztina történetével kapcsolatos történelmi munkákat. Amikor 1858-ban elhunyt édesapja, Révai Ferenc maradt az egyetlen férfi a családban, ő volt az egyedüli örökös. Egyetemi tanulmányokat nem folytatott, kezdetben a gazdálkodás sem igen foglalkoztatta, nem házasodott meg, gyerekei sem voltak. Érdeklődését jól láthatóan más jellegű dolgok kötötték le. Utazásra készült. Jelenleg nem tudjuk pontosan, hogy melyik évben jutott el először Törökországba, Egyiptomba, a kelet-mediterrán térségbe. Az 1869-ben összeállított fényképalbumok tanúsítják, hogy ekkoriban már biztosan több hónapon keresztül tartózkodott a térségben, sőt, az 1870-es évek elején már rutinosan mozgott Kairóban. Golciker Ignác magyar orientalista tudós 1873 végén indult el keleti útjára, Damaszkuszt és Jeruzsálemet érintve érkezett meg Kairóba, ekkor találkozott Révai Ferenccel, akire mint barátjára hivatkozott visszaemlékezésében. Révai Ferenc egy évvel később is az Egyiptomba látogató magyar tudósok és főurak jól tájékozott, helyi idegenvezetőjének számított. Gróf Zicsi József politikus 1875. december elején érkezett meg Kairóba, a szálloda előterében Révai báró várta. A levéltári források szerint a báró valamikor az 1870-es évek második felében súlyosan lebetegedett, így közel két évig kénytelen volt felvidéki kastélyában lábadozni. Révai Ferenc az utazások során gyarapított családi kincstárat 1879-ben adta át barátjának, a múzeumigazgató Pulszky Ferencnek, és ekkor fogott hozzá budapesti palotájának megterveztetéséhez is. A báró 1880 után már nem utazott többet keletre. Révai Ferenc imádta a fényképeket. Nem csak azért állja meg a helyét ez a kijelentés, mert utazásaira közel egy tucat fényképalbum tanúskodik. Fényképeket ugyanis csupán azért is vásárolhatott volna, hogy azokat később itthoni barátainak, ismerőseinek mutogassa. Az örökösök szerint azonban ez egyáltalán nem volt jellemző rá. A báró sokkal szorosabb kötelék fűzte a fényképekhez. Azokhoz a fényképekhez, melyeket saját maga válogatott ki a bazárok árnyékolt asztalain, az ekkor már neves európai és helyi fényképészek bemutató termeiben. A báró nem kész albumokat vásárolt. Az albumok előzéklapjain bécsi és budapesti könyvkötőmesterek szignói olvashatók, tehát a fényképeket már itthon kötette be. Ez pedig csak megerősíti a hipotézist, miszerint Révai a rendelkezésre álló fényképek közül a számára izgalmasakat válogatta ki és őrizte meg. A fényképválogatás ráadásul nem is tűnt olyan egyszerű feladatnak. Vegyük például az Isztambult ábrázoló fényképalbumon található fényképet a Karacsákmet temetőről. Ezt a képet eredetileg James Robertson készítette 1853-ban. Az albumban azonban nem a brit fényképész, hanem Pascal Seba neve olvasható. Seba az Oszmán Birodalomban született, tehát nem Nyugat-Európából bevándorló fényképész volt. 1867-ben felvásárolta Robertson műtermét, vele együtt a fényképész negatívjait is. Seba tehát a saját nevét és egy új sorszámot vezetett fel a fényképre,
Révai Ferencnek pedig feltehetően nem volt tudomása arról, hogy a fényképészek miképp is kereskedtek alkotásaikkal a korszakban. Révai Ferencnek azonban nem a fényképész személye, hanem az adott fényképén látható helyszín, valamint a beállítás minősége volt fontos. Nem véletlenül. Számos olyan anomáliát fedezhetünk fel a fényképek között, melyek egyáltalán nem segítenek a szerzőség megállapításában. Révai 1871-ben összeállított Kairó albuma például tartalmaz egy fényképet, mely a kairói Shepherd szálloda előtt zajló életet ábrázolja. Ez a kép Wilhelm Hammerschmidt munkája, aki 1857 és 1863 között tevékenykedett Egyiptomban, egy sebesülés követően kénytelen volt ugyanis visszatérni Berlinbe. A báró tehát egy olyan fényképész képeit válogatta ki albumaihoz, aki a válogatás idején már régóta nem dolgozott a térségben. Hammerschmidt fényképeit tehát egy másik fényképészen keresztül vásárolta meg. Révai Ferenc különösen kedvelte azokat a panorámaképeket, melyek egy-egy városról nyújtottak átfogó és széles perspektívát. A panoráma felvételek az 1870-es években terjedtek el széles körben, nyilvánvaló azonban, hogy ilyen perspektívájú képeket már a megelőző évtizedekben is készítettek. A panorámaképek azért is szerepeltek az ilyen utazási fényképalbumokban, mert ezek teremtették meg a kontextust, ezek segítették a betekintő személy figyelmét a városra irányítani. Révai báró albumainak többsége is ilyen panorámaképpel indít. Így például végigpásztázhatjuk a korabeli Róma, Jeruzsálem, Beirut városainak látképét. Ezek a felvételek kiváló kompozícióról tanúskodnak, valódi ritkaságszámba mennek. Már a korszakban kiemelt figyelmet szenteltek ezeknek a sorozatoknak, hiszen tisztában voltak vele, hogy megfelelő szakértelem és felszerelés nélkül lehetetlen panoráma fényképeket készíteni. Az igazi fényképművészek is sokat kísérleteztek, mire megtalálták a megfelelő beállítást. Nem volt egyszerű ugyanis a 3, 4, 6, 8 beállítást horizontálisan és vertikálisan is egymást átfedve lefényképezni. A panoráma fényképek magas piaci ára is jól kifejezte, milyen mesterművekkel is találkoztak az utazók a műtermek bemutató termeiben. A báró által megvásárolt panoráma fényképek tehát valódi kincseknek számítanak. Egy azonban kiemelkedik közülük. Egy kuriózumról van szó. Mint említettem, az egyik 1869-ben összeállított fényképalbum a mai Isztambul városát örökítette meg. Maga az album is igazi remek mű, ám az album elején szerepel egy 10 szelvényes panoráma fénykép a városról. A felvételt a Galata toronyba készítették valamikor 1868 végén. A pontos datálásban a bejúló negyedben ma is álló, a fénykép készültekor még éppen felállványozott harangtoronnyal látható krémi emléktemplom nyújt segítséget. Márpedig ezt a templomot 1868-ban fejezték be. A fényképész nagy valószínűséggel Pascal Seba szír örmény származású fényképész volt, az egyik legismertebb helyi fotográfus a korszakból. Bár a panoráma sorozaton nem olvasható név, az album szignózott képein kizárólag az ő neve szerepel. Így feltehetően az egész album Seba képeiből tevődik össze. Az, hogy ez a kiváló minőségű felvétel a panoráma fényképek elterjedése előtti korszakból származik, fotótörténeti szenzációnak számít. Ugyan a történészek már sokat foglalkoztak Isztambul fényképészetének történetével, ez a panoráma eddig nem volt ismert a szakma és a szélesebb nyilvánosság előtt. Nem tudunk olyan hazai vagy külföldi közgyűjteményről, mely rendelkezne ezzel a panorámaképpel. A török kollégákkal folytatott egyeztetés, a különféle monográfiák áttanulmányozása is arra enged következtetni, hogy eddig nem ismert felvétel őrződött meg Révai Ferenc hagyatékában. De még korábbi árverések katalógusait böngészve sem bukkanhatunk hasonlóra. Az, hogy ez a kiváló minőségi panoráma sértetlenül, eredeti kötésében fennmaradt, kultúrtörténeti szenzáció. Isztambulról 1854-ben készült az első panoráma fénykép, a Brit James Robertson jóvoltából, ez azonban csak 4 szelvényből állt, és az egyik szelvény ráadásul el is kallódott az idők folyamán. Robertson után egy ismeretlen fényképész is felvitte komplett felszerelését a Galata toronyba 1865-ben, ez a panoráma 6 szelvényből áll. Ugyancsak egy ismeretlen fényképész készített 6 szelvényes sorozatot a másik híres toronyból, a Bejazid toronyból. A most bemutatott panoráma fénykép a kronológiai sorrendet követve, tehát a harmadik helyen osztozik a képzeletbeli dobogon. Másik szempontból azonban első helyezett.
Az előbb említett panorámák ugyanis 4, illetve 6 szelvényesek voltak. Perspektívájuk részben a Boszporuszra, részben az aranyszarv öbölre fókuszált. Ez a panoráma itt mögöttem azonban 10 szelvényből áll. Körülbelül 320 fokos. Szinte teljes körpanorámát kínál a várossal. Ez a sorozat a legszélesebb perspektívájú felvétel a korai panoráma fényképek közül. A 10 szelvény nem Leporello formátumú, hanem az albumban önálló fényképként követik egymást a felvételek. Ez a rendkívül széles látószögű panoráma kultúrtörténeti szenzáció. Az őrszobából lépünk ki a szabadba. Egy vasráccsal körített kőerkély fut körül, a torony körül, s mutatja meg a tájat a szélrózsa minden irányában. Tétovázva állunk, nem tudva, hogy hol kezdjük el. Bármerre nézünk, mindenütt a legszebbet véljük látni. Így emlékezett vissza Bonhoeffer Ferenc 1901-ben isztambuli utazására. Hasonló élménye lehetett része a fényképészeknek, és természetesen Révai Ferenc bárónak is, amikor felment az egykori tűztoronyba. Immár mi is megtapasztalhatjuk, hogy milyen kilátás nyílt a városra, köszönhetően kollégáimnak, akik a modern kor technikájával akkurátusan egymás mellé illesztették a fényképeket. A fotótér felületét használva pedig bárki, bárhonnan hozzáférhet a Révai Ferenc báró által ránk hagyományozott fényképekhez, és kitekinthet a Galata-torony magaslatából, képzeletbeli sétáltatját az Hagia Szófia és a Topkapi palota körül, vagy éppen bekunkadhat a Szulejmán mecset enteriőrében. A fotótörténészek, művészettörténészek, vizuális kultúrával foglalkozó szakemberek, az orientalista kutatók pedig naprakész információkhoz juthatnak a most publikált, történeti forráskiadvány értékű tartalomszolgáltatás révén, köszönhetően a fényképek alapos tartalmi feltárásának. Révai Ferenc báró 1914-ben hunyt el. A báró végrendeltében kikötötte, hogy kulturális javai a nemzet tulajdonát képezik. A hatalmas családi vagyon miatt kitört örökösödési viszálytól fényképalbumai szerencsére megmenekültek, és hagyatékként 1916-ban bekerültek a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába. 110 évvel elhunyta után az általa oly sokra becsült és megőrzött fényképek mindenki számára hozzáférhetővé válnak, örökre tanúskodva a mindenkori kulturális kapcsolatok szétválaszthatatlanságáról. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Zsupán Edina kolléganőnk előadása következik az isztambuli Topkapi Szeráj korvináiról. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit ezen a mai alkalmon. 2023-ban az Országos Széchenyi Könyvtár vásárlás útján hozzájutott az isztambuli Topkapi Szerájban őrzött 2 magyar királyi kódex teljes digitális másolatához. A 2 kézirat a Nemzeti Könyvtár Korvina honlapjára került fel, s mind a nagyközönség, mint pedig a kutatótársadalom számára szabadon megtekinthetővé, kutathatóvá vált. Könyvtárunk Korvina programjának felelőseként magam is szeretném köszönetemet kifejezni a Topkapi Szeráj és a török kollégák baráti együttműködéséért. Ez a mozzanat, miként hallottuk, egy hosszú múltra visszatekintő kulturpolitikai együttműködés újabb jelentős állomása. Engedjék meg, hogy ennek kapcsán néhány szót szóljak a kódexek szélesebb kontextusáról, a Magyar Királyi Könyvtárról, valamint, hogy röviden felidézzem a két ország, Törökország és Magyarország e téren folytatott együttműködésének történetét. Hunyadi Mátyás a középkor végének legjelentősebb magyar uralkodója, kiemelt jelentőséggel bír a magyar történeti és nemzettudat szempontjából. Bármilyen emlék, amely személyével, uralkodásával kapcsolatban, vagy akár csak korszakából fennmaradt, rendkívüli értékűnek számított, és számít ma is. Kulturális vívmányai, sikerei, építkezései közül különös módon a legsérülékenyebb, a könyvtára vészelte át a legnagyobb arányban az elmúlt évszázadokat. Rendkívüli gyűjteményről van szó, hiszen Mátyás reneszánsz itáliai mintára létesített uralkodói könyvtára, a Biblioteca Corvina a legkorábbi volt a maga nemében Itálián kívül az Alpoktól északra. A könyvtár az itáliai humanizmus és reneszánsz szellemében jött létre.
Nem csupán azért, mert ekkoriban Itáliában minden fejedelmi udvar elengedhetetlen része volt a díszkönyvtár, hanem tartalmát tekintve is. Az új szellemi áramlatnak, az abban érvényes irodalmi kánonnak megfelelően klasszikus ókori szerzők, görög és latin auktorok, valamint egyházatják műveit tartalmazta. Ezt egészítették ki a kortárs alkotások, hiszen az itáliai és magyar humanisták szívesen ajánlották és ajándékoztak munkáikat, a művészeteket és az irodalmat támogató magyar királynak. A legújabb kutatások rámutattak, hogy a királyi díszkönyvtárat, amely egyben az udvari reprezentáció önálló elemévé vált, csupán az 1480-as évek végén hozták létre. Azt követően, hogy Mátyás már elfoglalta Bécset és Bécsújhelyet, a német-római császár székhelyét, s ennek megfelelően uralkodói reprezentációjában is minőségi változás állt be. A gyűjteményt szisztematikusan kezdték el kialakítani, nagymértékű gyűjtőtevékenység indult el itthon és Itáliában egyaránt. Ugyanakkor új kódexeket is rendeltek tömegesen Firenzéből, s ami megint csak egy új felismerés, a budai királyi műhelyben is készültek teljes díszkódexek, méghozzá olyan színvonalon, hogy összetéveszthetők voltak az itáliai darabokkal. Ez a könyvtár azonban szétszóródott, s a nemzeti múlt iránti modernkori érdeklődés első időszakában, a 19. század folyamán tudósaink legfőbb célja az volt, hogy felleljék és azonosítsák a belőle fennmaradt darabokat. Ennek érdekében két alkalommal is járt magyar tudós küldöttség Isztambulban. Az első 1862-ben. Már ekkor sikerült fellelni jó pár darabot Mátyás könyvtárából a Topkapi Szarály gyűjteményében. Felismerve, hogy a magyar királyság számára milyen fontos mindez, a török állam jó indulatát kifejezendő, miként hallottuk két alkalommal is Korvinák, illetőleg magyar vonatkozású kódexek ajándékozásával kedveskedett. Az 1869-es ajándékozás egyik érdekessége, hogy Ferenc József császár és király ekkor a Szuezi csatorna megnyitására utazott, és ekkor látogatta meg Isztambulban a szultánt. Tiszteletét tette Abdul Aziznál, aki 4 korvinát ajándékozott neki. Ferenc József ezt a 4 kódexet a Magyar Nemzeti Könyvtárnak ajándékozta. E 4 korvinát tekinthetjük meg a kamara kiállításon, a előadásokat követően. Szent Ágoston, az Isten városáról című műve, Plautus ókori komédia szerző vígjátékai, Polybiosz görög történetíró római történelme és egy 15. századi humanista Georgius Trapezuncius rétorikája találhatók az akkor visszakapott kéziratokban. Az 1877-es ajándékozásról már hallottunk, Abdülhamid szultánnak köszönhetjük ezt, ő tett egy nemes gesztust Magyarország felé. Ezt a csoportot, ezt a Corvina csoportot klasszikus szerzők, például Tacitus, Terentius, Cézár, Svetonius és ókori keresztény szerzők, például Eusebius és Tertullianus művei alkotják. Az ajándékozás rendkívüli módon fellendítette a Corvinák kutatását, ugyanis mindaddig alig volt egy-két darab belőlük Magyarországon, és a kutatók alig tudták, szinte nem is tudták, hogy mire számítsanak, mit is keressenek, hogy is néz ki egy kódex Mátyás könyvtárából. Most vált először lehetővé megismerésük és szisztematikus feltárásuk. 1889-ben az orientalista Vámbéri Ármin közvetítésével sikerült egy újabb magyar akadémiai küldöttségnek kutatni a Topkapi Szarályban és más isztambuli könyvtárakban. Jeles tudósaink, köztük Csontosi János, a Széchenyi könyvtár kézirattárának első vezetője voltak a küldöttség tagjai, de meg kell említenünk Fraknói Vilmos, Tali Kálmán, nagy történészeink nevét, és Ábel Jenő klasszika filológusét, akinek nagyon sokat köszönhet a humanizmus kutatás is. Többek között ekkor sikerült azonosítani például Konrad Kieser belli fortiszát, egy középkori haditechnikai művet, vagy pontosabban annak a töredékeit is, amely ma az akadémiai könyvtárban található.
Az 1889-es kutatóút nagy eredményének tekinthető, hogy ekkor sikerült felfigyelni első ízben Magyarországról származó liturgikus kéziratokra is. Egyikük biztosan a Futaki Ferenc által 1463-ban másolt graduála volt. 1933-ra megszületett egy nagyon fontos segédeszköz az isztambuli kutatásokhoz. Az isztambuli múzeumok főigazgatója, dr. Halil Edem Bey megbízásából Adolf Deisman elkészítette a Topkapi Szeráj nem muszlim kéziratainak katalógusát. Ettől fogva ez a munka lett a kutatások alapja. 1984-ben a Széchenyi Könyvtár kodikológus filológusának, Vízkeleti Andrásnak sikerült azonosítania a Deisman katalógus 42. tételét, az azóta isztambuli antifonálénak nevezett kéziratot. Ezt a kódexet könyvtárunk restaurátorai helyben, a Topkapi Szerályban restaurálták. Később fakszimile kiadás is megjelent a kódexről tanulmánykötet kíséretében. 1997-ben miként már elhangzott, egyházzenekutatók Szendrei Janka és Dobszai László dolgozhattak a szerályban, s a Deisman katalógus segítségével további magyar vonatkozású liturgikus kódexeket azonosítottak. A Futaki graduálé lekiadását és monografikus feldolgozását pedig Kovács Andrea végezte el a közelmúltban 2019-ben. Rátérve a virtuális Corvina könyvtárunk legújabb kincseire, vizsgáljuk meg, mi is a jelentősége az Isztambulban őrzött két Corvinának, a Magyar Királyi Könyvtár és a magyar művelődés történet szempontjából. A kisebbik kötet, amely Ranuzius Crispus, Krisztus mennybe meneteléről szóló prédikációját tartalmazza, II. Ulászló király, ő 1490-től 1516-ig uralkodott, udvari kultúrájába engedt bepillantást. II. Ulászló hálátlan helyzetben került a trónra, legalábbis az utókor megítélése szempontjából. Elődje a nagy király árnyékába kényszerült. Uralkodását ugyanis az ország virágkorát jelentő Mátyáséhoz képest értékelte a történelmi emlékezet. Így vált belőle gyenge kezű és tehetetlen király, a köznyelv Dobzsa Lászlója. Uralkodását a történeti kutatás csak az utóbbi években kezdte el objektív módon megközelíteni. Udvarának kultúrája szokásosan hasonló megítélés alá esett. Mátyás halála után mindennek vége szakadt, utána csak a hanyatlás és a romlás következett, szól a hagyományos tétel. De vajon valóban így volt-e? Vagy valóban ilyen mértékben? Mára egyértelművé vált, hogy a Jagelló uralkodóink alatti udvari kultúráról alkotott kép is újraírandó, s ebben az olyan konkrét emlékek, mint a most megkapott kódex, a hozzá kapcsolódó sajátos problémakörök fontos támpontot jelentenek. Mi az, amit Ulászló folytatott, vagy megpróbált folytatni elődje kulturális eredményei közül? Mi az, ami olyannyira beleívódott az udvari kultúrába Mátyás idején, hogy már nem tűnhetett el, s bár megváltozott formában, de tovább élt? S melyek voltak az új jelenségek és hangsúlyok, melyek saját árnyalatot adnak azoknak az évtizedeknek? A kézirat egy szentbeszéd szövegét örökíti meg, amely a király jelenlétében hangzott el, valahol itt a közelben. Középkori uralkodók esetében természetes jelenség volt a mély vallásosság, de Ulászló vallásosságát különösen hangsúlyozza a történelmi emlékezet. Naponta több alkalommal is misét hallgatott. Egy-egy szentbeszéd, amelyet esetleg jelesebb klerikusok mondtak, igazi udvari esemény volt. Egy másik kézirat II. Ulászló idejéből, 1492-93-ból, hasonló alkalom emlékét őrzi. Nicolaus de Mirabilibus domonkos szerzetes és teológus keresztelő Szent János ünnepén június 24-én prédikált a predestinációról. Olyan nagy sikert aratott, hogy megkérték, foglalja írásba. Ezt meg is tette, a műből díszkódex készült, amelyet a budai cseh kancellárnak Johann Schellenbergnek ajánlott. A Ranuzius és a Nicolaus de Mirabilibus kódex mindenképpen hangsúlyeltolódásokról árulkodik
az udvari kultúrában Mátyás uralkodásához képest. Az antikvitást mindenek fölé emelő humanista érdeklődés, valamelyest háttérbe szorult a király környezetében, és újra hangsúlyt kapott a térség középkori kultúrájának vallásos színezete. Ugyanakkor az is jellemző a korszakra és helyre, hogy Rannózius az antik történelem jeles figuráit nagy számban szőtte bele prédikációjába. Egyértelmű Plutarkhosz párhuzamos életrajzainak hatása művére. És ez megint csak azt mutatja, hogy köztudott lehetett. A magyar udvarban szabad az ókori klasszikusokról beszélni, mert értő fülekre talál. Ez kétségtelenül annak a folyamatos fejlődésnek, a reneszánsz és humanizmus határozott térnyerésének köszönhető, amely a magyar elitkultúrában a 15. század második felében végbe ment. Második Ulászló alatt tehát két kulturális tér kiegyenlítettebb jelenlétéről beszélhetünk. Az isztambuli kézirat szerzőjéről, Dominicus Crispus Rannusiusról egyelőre keveset tudunk. A mű elején csupán annyit árul el magáról, hogy pisztolyai származású. Ez azt is mutatja, hogy itáliaiak továbbra is megfordultak a magyar udvarban, illetőleg annak környezetében, bár Ulászló idején a cseh jelenlét vált igazán, és a német emellett vált igazán hangsúlyossá Budán, ahol külön cseh kancellária is működött. A kódex természetesen küllemében is fontos információkat hordoz, és ez az udvari kultúra egy másik szegmensébe enged bepillantást. Mint említettük, Ulászló elődje Mátyás idején, uralkodásának utolsó éveiben intenzív kódex készítés zajlott a budai udvarban. Nézzük most meg ebből a szempontból két prédikációt tartalmazó kéziratunkat. A fönt említett Schellenbergnek ajánlott kódex önöknek balra egészen bizonyosan Budán készült. Írása gótikus, ami változás a Mátyás alatt gyakorolt itáliai, humanista jellegű írásokhoz képest, határozottan a cseh kancellária írásgyakorlata felé mutat. Díszítésében ugyanakkor felfedezhetjük a Mátyás alatt létrehozott budai királyi műhely motívumait. Hasonlóképpen a magyar reneszánsz kötések sorába illeszthető a kötése is. A jobboldali Rannusius kódex írása ezzel szemben humanista félkurzív könyvírás, tehát a korabeli modern gyakorlatot követi, díszítése azonban nem reneszánsz, hanem a közép-európai gótikát képviseli. A kódex készítési helye kérdéses. Csapodi Csaba Csehországot jelöli meg származási helyként, valószínűleg éppen a díszítés miatt. Véleményünk szerint azonban a kézirat külleme, most főként az írásra gondolunk, erős budai jelleget hordoz. Ilyen például a címsorok kialakítása, a váltakozó színekkel, illetőleg vörös kapitálisokkal írt sorok, amelyeket nagyon jól ismerünk korábbi évtizedek hazai gyakorlatából. A címertípus, a cseh-magyar personál unió megegyezik azzal, amelyet Mátyás is előszeretettel használt reprezentációjában, s amelyet könyvtára elsődleges ex-libriseként is kiválasztottak. Az íráskép alapján pedig jó okkal feltételezzük, hogy a másoló budai szkriptor volt. Elképzelhető tehát, hogy a kézirat mégis Budán keletkezett. S bár díszítése a helyi gótikát képviseli, a két iniciálé, a négyzet alakú háttér elé helyezett antikva nagybetűit, jobb oldalt ez a pici kis kocka alakú nagybetű, mégis megidézi a budai könyvtár jellegzetes reneszánsz formáit. Hasonló dilemmák más emlékek kapcsán is felmerülnek. Prága vagy Buda? Gótikus vagy reneszánsz? Mit árul el mindez az Ulászló alatti udvari kultúráról Mátyáséhoz képest? Úgy tűnik, hogy a díszkódexek készítésének gyakorlata természetessé vált az udvarban. Más kérdés, hogy az anyagi eszközök mennyire tették ezt lehetővé. A humanizmus szelleme léte valószínűleg szintén természetessé vált. Valójában a könyvekre való igény, most a szentbeszédek megörökítésére gondolunk, maga ez az igény is ennek a folyamánya. Jól látszik az is, hogy a korábbi évtizedekben honossá vált reneszánsz humanista formák, az írás és a díszítés, ugyancsak természetessé, bevetté, mércévé váltak.
A kéziratok tekintetében ugyanakkor hibrid formák születnek. Gótikus írás, reneszánsz díszítés. Humanista írás, gótikus díszítés. Most azonban jó részt cseh mesterek veszik át az itáliaiak helyét, s a prágai és budai udvar közötti mozgásuk hasonló kérdéseket vet fel, mint az itáliaiaké Mátyás idején. A humanista írás azonban kétségtelenül meghonosodott, s nem csupán tovább élt a Jagelló királyok idején, hanem általánossá vált a kancelláriai bűködésben is. A Ranuzius Corvina e folyamatok megértésének finom hangolásában segíthet. Másik isztambuli kódexünk, amiről röviden szólni szeretnék, a Ptolemaiosz Corvina ismét Mátyás udvarába, sőt még korábbra, az 1450-es évek derekára visz vissza bennünket. Miként említettük, a Corvina könyvtár bonyolult, összetett képződmény volt. Állománya nagyon sok helyről érkezett. Sokszor megfogalmaztuk már, hogy a könyvtár igazán humanista jellegű része korábbi tudós főpapjaink, mindenekelőtt a tudós esztergomi érsek, az első magyar humanista Vitéz János könyvtárából származott. Az isztambuli Ptolemaiosz Corvina ezt az állományrészt reprezentálja. A kódexben az alexandriai matematikus, földrajztudós és csillagász Krisztus után 150 körül keletkezett földrajzi munkája található, a Geográfia, amely az akkor ismert világot írja le és ábrázolja. A leírást térképek egészítik ki. A mű legfontosabb vívmánya a csillagok segítségével megállapított hosszúsági és szélességi koordináták bevezetése volt. A 15. század elején fordította le görögről latinra Jacopo Angeli, s a globális koordináták megismerése, bevezetése valóban forradalmasította a térképészetet. Már Fraknói Vilmos feltételezte 1890-ben, hogy az isztambuli kézirat Vitéz Jánosé, vagy nagy humanista költő főpapunké Janus Pannoniusé lehetett. Ezt ma nyilvánosan első alkalommal bizonyítani is tudjuk, ugyanis a digitális másolat megérkezése és alapos tanulmányozása után felismertük a kéziratban Vitéz János saját kezű bejegyzéseit. Nézzünk meg közülük néhányat. Balról jobbra haladva, itt látjuk Patáviát, igen, Linz, tehát ezek nem antik elnevezések, ezek a 15. századi modern bejegyzések. Linz nagyon fontos volt a magyar külpolitika szempontjából. Aztán itt van Vienna, Bécs, és Oppidum Pozsony, azaz Pozsonyvára, vagy Pozsony, hát egy kicsit halványabb írással. A következő. Itt már Magyarországon járunk, a Duna partján, Jaurinum, azaz Győr. Aztán következik Esztergom, Strigonii formában, ami a latin nyelvben a helyhatározást fejezi ki, és úgy fordíthatjuk, hogy Esztergomban. Lehetséges, hogy az esztergomi érsek éppen Esztergomban ült, amikor bejegyezte a térképébe ezeket a magyar település neveket. És itt van Aquincum felett, ami Aquincum az ókori városnév, Buda elnevezése is. Aztán Erdélybe térvén Saliné fölé Vitéz odaírta magyarul, hogy Torda város nevét. És egy távolabbi hely, ez nagyon érdekes egyébként, hogy egészen távoli helyekre is beírt földrajzi neveket, lehetséges, hogy volt neki egy másik Ptolemaiosza, ez feltételezhető. Beírja azt ide, hogy Navarra. Tehát ez egy nagyon érdekes fényt vett az első magyar humanistánknak a műveltségére, a földrajzi tájékozottságára. A két isztambuli kódex tehát jelentősen, nagyon sok szempontból segíti, gazdagítja eddigi tudásunkat, középkor végi művelődésünkről, kultúránkról, s immár szerves részévé válva a digitális formában egyesített Corvina könyvtárnak a nemzetközi kutatásban is gondolatébresztő módon árnyalhatja a késő középkori magyar könyvkultúra és egyben az európai könyvkultúra képét. A kódexek digitális, teljes digitális formájukban a corvina.hu honlapon lapozgathatók, és mazsolázhatók, lehet belőlük csemegézni, és ez alkalommal is szeretném megköszönni két kollégám, Veszprémi Márton és Szalai István segítségét, akik nélkül ezek a kódexek nem lehetnének láthatók a Corvina honlapon. Nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket.